Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Az idei évben is hatalmas sikert aratott a City Rocks háromnapos rendezvénye. Míg az igazán nagy attrakciót a szombati, több száz fős nagy koncert és a vasárnapi kamionos zenélés adta, addig a pénteki nyitónapon családias hangulatú zenélés és érdekes programok várták a rockzene szerelmeseit. A Szalki-szigeti kemping adott otthont a City Rocks nyitónapján tartott kiváló hangulatú koncerteknek és programoknak. A szombati nagy koncert és a vasárnapi kamionos zenés felvonulás felvezetéseként tartott program tökéletes lehetőséget biztosított a zenészeknek a hangulat megalapozására. A helyszínen Gajda Ferenc főszervezővel beszélgettünk pénteken, aki a résztvevőkhöz hasonlóan izgatottan várta a háromnapos sorozat kezdetét. El kell, hogy áruljak először is egy titkot, mert eddig soha nem ismételtünk City Rocksilag, tehát se Szegeden, se Kecskeméten, se Boncidán. Tehát ez az első olyan alkalom, és Dunai város az első város olyan, ahova visszajövünk. Igaz, hogy ez most egy picit más esemény, mint a tavalyi volt a nagy flashmob. Itt most egy háromnapos tábor lesz, aminek ugye az első napján vagyunk itt. Azt kell tudni erről a háromnapos rendezvényről, hogy ennek a magja egy 1200-1300 fős zenésztársaság, aki ugye tartja a kapcsolatot a mi bábáskodásunk mellett, és tehát olyan zenekarok lépnek föl első nap, meg olyan jam session csinálunk, amiben ők is tevékenyen részt vehetnek. Meg lesz egy olyan programelem is, hogy néma filmre fogunk dobolni éjszaka, úgyhogy lesznek még itt ma este egészen különleges programok is. A főszervező arról is beszélt, hogy a City Rocks tökéletesen megmutatja a zene összetartó erejét. Kiemelte, a gyermekektől kezdve a nyugdíjasokon át egy igazán színes társaság találkozik évről évre személyesen is egymással. Amitől nagyon különleges az egész, az, hogy tényleg a pici gyerektől a nyugdíjasig megtalálható minden korosztály ebben a csapatban, és hogy szóval tudom, hogy ez ilyen közhelyesen hangzik, hogy a zene összetart, meg összehúzza az embereket, de tényleg így van, mert tehát maga az online közösségünk is, amelyik napról napra tartja egymással a kapcsolatot, az tulajdonképpen évente ezeken az eseményeken tud húsvér emberként találkozni, és barom jó azt látni, amikor azok a egyébként online térben lévő emberek találkoznak és egymás nyakába ugranak, és már ugye ezer éves barátságként élik meg ezt a cirka 5 évet, amióta mi dolgozunk, 4-5 éve. Úgyhogy ez egy barom jó dolog. A háromnapos eseménysor első állomása tehát a Szalki-szigeten található kemping volt, ahol számos banda mutatkozott be a közönség előtt. Gajda Döme azt mondta, számára minden Szegeden kezdődött. Gyakorlatilag végigkövette a rendezvény fejlődését, majd pénteken a saját együttesével is fellépett. Most a saját zenekorommal, a Heroes in the House ellen, mi játszottunk elsőnek, jó koncert volt, csak a meleg. Rejtő Barnabás is azon veterán zenészek sorát erősítette, aki már a kezdeményezés kezdete óta követte a City Rocks közösségét. A pénteki rendezvényen leginkább a közös jammelés érdekelte. Kezdetektől. Tehát már ennek az eredeti kitalálója, akik olaszok voltak, már őket így nagyon kedveltem, de amikor ez a flashmob műfajt meghallottam, hogy van Magyarországon, pláne szegediek, akik szívem csücskei amúgy is, akkor ez nem volt kérdés, hogy jönnöm kell. Amikor meg tudtam, hogy Dunai város, ahol meg 20 évet éltem, meg itt nőttem föl, akkor meg azt mondtam, hogy ez nekem való. Csapó Jenő úgy fogalmazott, örökké hálás lesz a City Rocksnak azért, mert a fesztivál hatására újra fellángolt benne a zenélés iránti vágy. Igazából rajta keresztül ismertem meg ezt az egész koncepciót, és én utána csatlakoztam, úgyhogy igazából én a Covid elején csatlakoztam ide a City Rockshoz. A otthoni videókban már részt tudtam venni, és tavaly a Dunaújvárosi és a Boncidai fellépésen is ott voltam. Én 46 éves vagyok, én 15-16 éves koromban kezdtem el gitározni, de utána volt egy 20-25 év, amikor egyáltalán nem volt a kezemben hangszer. És igazából a City Rocks az, ami fellángolt, vagy felélesztette bennem ezt a fajta tüzet, ami a zenéhez és a rockzenéhez kapcsolódik, és ezért örökké hálás teszek nekik. Egy kisebb koncertsorozat várta a látogatókat, addig szombaton következett a mindenki által várt nagy koncert. Stábunk is jelen volt a legnagyobb látványosságot jelentő 150 fős koncert főpróbáján, majd az esti rendezvényen is, ahol a befektetett munka meghozta a vélt és várt sikert.
A szervezők egy óriási színpadot állítottak fel a zenészek számára, akik az idei évben is elkápráztatták a szép számmal megjelent nézőközönséget. A délutáni főpróba során lehetőségünk volt beszélgetni a kezdeményezésről Révész Zsolt szervezővel, az akció kreatív vezetőjével. A City Rocks két lábra állt, úgy gondoltuk, hogy minden évben szervezünk egy nagy flashmobot, ahol 5-600-700 fő tud együtt zenélni, illetve egy nagyon speciális egyedi színpadrendszerű koncertfeelinget is megpróbálunk előadni. Ez lesz az első próbálkozás, nem csak nekünk, hanem úgy tudom, hogy Magyarországon sem volt még ilyen, hogy 110-150, ugye attól függ, hogy a gyerekek éppen a színpadon vannak, vagy nincsenek a Dunaújváros gyerekek, akkor közel 150 fő fog egyszerre játszani, olyan színvonalú technikával, mint bármelyik magyar nagyzenekar. Úgyhogy számunkra ez egy nagyon új dolog. Ugyanúgy kellett nekik készülniük, mint egy rendes flashmobra, ugyanúgy megkapták az oktató videókat. Keményebb volt a kiválasztás természetesen, de törekedtünk arra, hogy legyenek kicsik, legyenek nagyok, legyenek azért benne amatőrök, de legyenek profik is, tehát hogy kiegészítsék egymást. És hát megint van pici 8 éves kisgyerekünk, és természetesen a rekorderünk, ugye az most már 73 éves, tehát egy elképesztő intervallumban, korban vannak. Erdélyből is érkeztek most többen, ugye tavaly Dunaújváros után Boncidán voltunk flashmobot tartani, és most onnan is érkeztek erdélyi magyarok, úgyhogy ennek nagyon-nagyon, ezért aztán még plusz nagyon boldogok is vagyunk. A szombatesti koncert szerintem elsődlegesen baromi hangos lesz. De persze törekszünk arra, hogy minőségi hangos legyen. Azért gondoljunk bele, hogy van egy koncert, bármilyen nemű koncert, 5-6-an zenélnek, most itt sokkal többen fognak. Tehát biztos, hogy nagyon hangos lesz. Most a hangbeállás tekintve, én már látom a szemeket, hogy egyszerűen csillognak, várják, 40 fokba próbálnak. Úgyhogy szerintem este egy nagyon felszabadult, nagyon-nagyon jó buli lesz, nagyon várjuk. És hát természetesen számunkra meg az lesz a megkönnyebbülés, amikor azt elmondhatjuk, hogy csináltunk egy csodát. A zenészek számunkra csináltak egy csodát, a közönség pedig a zenészeknek egy csodát. A tavalyi évben Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester a zenészek sorába is beállt. Az alpolgármester kifejezetten örült annak, hogy a City Rocks szervezői idén is Dunaújvárost választották a rendezvény helyszínéül. A második évben tért vissza hozzánk a City Rock nagy családja. Ilyen még nem volt a történetükben, hogy egy városban kétszer legyenek. Remélem azért, mert Dunaújváros tavaly várakozva és örömmel fogadta őket, az idén meg már vártuk ezt a csapatot, hiszen ha belemlékszünk tavaly, mekkora bulit csináltak, és most én úgy gondolom, meg úgy látom az előkészületekből, hogy egy még nagyobb bulira várhatunk az idén. Mi örülünk minden ilyen rendezvénynek, hiszen a város vezetése azért dolgozik, azért van, hogy a városlakók jól érezzék magukat a saját városukban, és azt gondolom, hogy a rockzenét szerető emberek nek is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kötetlenebb, egy nem csak egy ledarált koncert, hanem egy olyan jókedvű rendezvény, ami tavaly is volt, és remélem az idén is lesz. Egy évvel ezelőtt is a fellépők sorában kaptak helyet a Móricz Zsigmond általános iskola diákjai. Az oktatási intézmény közössége izgatottan várta a rendezvényt. Örültünk a múltkori felkérésnek is, akkor is sok-sok gyerekünk vett részt rajta. Nagyon izgalmas feladat, hiszen azért ez nem a mindennapok, legalábbis nem az iskolai mindennapokról, hanem pontosan a hétköznapokról és a könnyedségről szól, bár ez sem könnyű, tehát ezzel is meg kellett dolgoznunk. Nagyon jó számok, én nagyon élvezem, nyilván az én korosztályomnak ezek azért emlékek, de a gyerekek is nagyon nagy örömmel énekelték, gyakorolták ezeket. A koncerten nem pusztán a dallista, hanem az azokat előadó zenészek sora is változatos volt. Kosztelnik László Budapestről érkezett, aki egy automatizálással foglalkozó cég munkatársa. A munkaidőn túl pedig dobjátékával emelte a City Rocks fényét. Dobon játszok, 2018-ban az első rendezvényükre jelentkeztem, akkor doboltam 3 hónapja, és az egyik kollégám mondta, hogy nevezzek, de hát mondom, nem tudok dobolni. Nem baj, addigra megtanulsz. És megtanultam, és az volt az első rendezvény, és azóta itt vagyok a nagy zenekari koncert, vagyis egy zenekarban, mint dobos. Ezek a felvételek a Kultik mozi előtt készültek, ahol szépszemú városlakó várta a City Rocks mozgó, zenélő kamionját. A látványos felvonulással zárta a szervezőcsapat a háromnapos rendezvény sorozatát, amely a városlakók legnagyobb örömére a település számos pontján látható és hallható volt. A zenészek a jármű platóján ragadtak mikrofont, csaptak a húrok közé és vertek oda rendesen a doboknak. Az esemény a már lezajlott rendezvényekhez hasonlóan kiváló hangulatot varázsolt.
Így mind a szervezők, mind pedig a nézők nagyon jól érezték magukat. Elmondhatom szerintem mind a 150 zenésztársamról is, hogy ekkora színpadon szerintem még nem álltunk. És úgy gondolom, hogy a városnak is csináltunk egy olyan frenetikus estét, hogy felrobbantottuk a színpadon. A mairól pedig, mit tudok mondani, hát csak ez kell. Szerintem beloptuk magunkat a város szívébe. A rockzene kedvelői közül sokan a pénteki kempingben szervezett program óta nyomon követték a rendezvény eseményeit. Juhász Gabriella egyike volt azon városlakóknak, aki izgatottan várta a kamiont a Kultik mozi előtt népes közönség társaságában. A City Rocks csapata tehát 2021 után az idei évben is Dunaújvárost választotta nagyszabású rendezvényük helyszínéül. A városlakók visszajelzései alapján az akció elnyerte az emberek tetszését, így jövőre is visszavárják a stábot. Hát a tegnap esti koncert fantasztikus volt, hát olyan élményekkel tértem haza, hogy testileg, lelkileg felfrissültem. A mai is követtük a kamiont, ez már a második állomásom, mert mi már római körúton is megálltunk, és ott is végig tomboltuk, és most is. A City Rock szervezői nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a rendezvénysorozat után színvonalas koncertfilmekkel adják vissza azoknak a hangulatot, akik nem tudtak elmenni a koncertekre. Ezért is, és a hírekért is érdemes követni a kezdeményezés hivatalos és közösségi oldalát. Egy éves jubileumát ünnepli a Csomagtartóvásár és Bolhapiac névre keresztelt kezdeményezés. Az Újtelepről indult akció egyre nagyobb népszerűségnek örvendett a látogatók körében, így a szervezők örömmel értékelték az elmúlt esztendő tapasztalatait. Ezek a felvételek a Csomagtartóvásár és Bolhapiacon készültek a közelmúltban. Az Újtelepről indult kezdeményezés Papné Grabant Ilona és Coletti Éva szervezésében jött létre először, majd a szervezőpároshoz később csatlakozott Kronászt Margit is, az Intercize Múzeum történésze. A kezdeményezés most ünnepli fennállása egyéves évfordulóját. Ennek apropóján kértük fel a tapasztalatok értékelésére és a legszebb emlékük felidézésére a szervezőket. A Csomagtartóvásár és Bolhapiacnak tulajdonképpen volt egy előzménye, ami tulajdonképpen a Pentele Klubházból indult ki. Az is azt gondolom, hogy egy jó év, másfél éves működéssel tudott dolgozni, amit úgy tapasztaltuk, hogy nagyon szeretnek az emberek, csak viszonylag az egy szűk hely volt, ugyanakkor elég sokat kellett alkalmazkodni más egyéb rendezvényeihez a klubháznak, és akkor jött tulajdonképpen az az időszak, amikor megszűntünk szinte élni, mert jött a pandémiás időszak. Évával, aki tulajdonképpen a gondolatnak a felvetője, illetve az ötletgazda, mi mindig is nagyon szerettük a régiségeket és a régiségpiacokat. Annó Éva külföldön élt, és ott különösen nagy tapasztalat van ebben a témában. És felvetette nekem egyszer, hogy mi lenne, hogyha mi is szerveznénk egy ilyet. Tehát megvolt az ötlet, utána azon kellett gondolkodni, hogy ez hol is legyen. Ami nem egyszerű, mert egy ilyen csomagtartó vásár, ami valójában igen nagy helyet igényelne, pillanatnyilag hol valósítható meg a városban. Erre a lehetőséget a volt újtelepi általános iskola udvara adta, illetve maga az épület, mert hogyha nem volt jó az idő, akkor nem csomagtartóvásár volt, hanem bent az épületben voltunk. Ez egy óriási lehetőség volt, óriási izgalommal kezdtünk neki, és nagyon izgultunk, hogy egyáltalán hogyan fogadják az emberek, értik-e, hogy miről van szó. Felkészültünk, és mindjárt az első alkalommal igen nagy sikere volt ennek a dolognak, úgyhogy attól kezdve, kint az udvaron is, csomagtartóból is árusítottunk, illetve akkor, amikor télen rossz idő volt, akkor bent az épületben. Nagyon-nagyon szeretik az emberek, mi igen nagy örömmel csináljuk, egyetlen egy dolog miatt csináljuk, mert szeretjük. Jövőt is látunk benne, azt gondoljuk, hogy egyrészt az újrahasznosításért, amit mindig is mondunk és nagyon fontosnak tartunk, különösen a mostani világban, amikor egyre nehezebb az emberek élete. A zöld gondolkodásért mi is nagyon szeretjük, és azt gondolom, hogy ez egyfajta szellemiség tulajdonképpen az, hogy a régi dolgokat megőrizzük és tovább vigyük. Egyrészt a saját örömünkre, másrészt pedig a jövő generációja számára. A legszebb emlékem az első siker, akkor, amikor azt láttuk, hogy az első alkalommal milyen sokan jelentkeznek. Aztán a második siker talán az, azt gondolom, amikor már nem csak arról szólt a dolog, hogy ruhákat hoznak, hanem egyre több értékes dolgot és
igazi olyan régiséget és antik dolgot hoznak az emberek, ami nekik már nem kell, amit ők nem értékelnek, de viszont másnak nagyon sok örömet jelent. Papné Grabandilonát követően Coletti Éva arról beszélt, hogy miután megszületett az ötlet és megtalálták a piac megfelelő helyszínét is, a szervezők elkezdtek azon munkálkodni, hogy a kezdeményezés minden szükséges engedélyt és támogatást megkapjon. Ez mára egészen addig fejlődött, hogy a vásári alkalmakat már többször is Újteleptől távol, a település más-más helyszínén szervezték meg. Az előzménye az volt, hogy volt Óvárosban egy bolhapiac, ami a pandémia miatt is megszűnt, meg azért is, mert azt teljesen kinőttük, az túl pici volt már nekünk valamire. És én gondolkodtam, hogy hol lehetne továbbvinni, és mivel én újtelepi vagyok, és ismerem az iskolát, és tudtam, hogy éppen nincs benne semmi, fölvettem a kapcsolatot a képviselőnkkel, Tóth Kálmánnal, hogy mit szól hozzá, ha lenne itt valamilyen mozgás, csinálnánk valami hasznosat. Én úgy gondolom, hogy az újrahasznosításnak jövője van, és szükségünk van rá. Nehézségek? Hát nehézségekre annyi, hogy mire eljutottunk onnan, hogy kitaláltuk, és lett belőle valami, ez egy pár hónap, mert kellenek hozzá engedélyek természetesen, több emberrel kell róla beszélni, kellett egy kis piackutatást csinálni, hogy oda eljönnének-e az emberek, és miután ez pozitívnak tűnt, úgy gondoltunk, hogy belevágunk. Még akkor is, hogy augusztus volt az első, amik úgy gondoltunk, hogy lehet, hogy nem sokan lesznek, mert nyáridő, szünidő, nyaralás, ehhez képest teljesen el voltunk ájulva a sikerétől. Ami nagyon jó volt benne, hogy többen jelentkeztek, mint ami helünk volt. Utána egy kicsit korrigáltunk, mert ezt is gyakorolni kell, hogy tudjuk az autókat beállítani. Van a vásárunknak egy olyan része is, ami nem autós, az kimondottan olyanoknak, akik nem autóval jönnek, hozzák biciklivel, mindenféle módon. Azt is el kell mondanom, hogy az első pillanattól kezdve velünk volt a Kürtös Kalács csapat, annak ellenére, hogy nem tudtunk nekik semmit sem ígérni, hogy milyen forgalom lesz, és azóta is jönnek szorgalmasan, amikor nálunk vásár van. Idő kell, hogy egy ilyen dolog tudott legyen, ismert legyen városon belül. Ez egy civil szervezkedés. Mi nálunk az anyagiak nincsenek. Tehát leginkább azon múlik, hogy eljut a híre másokhoz, hogy a Facebookon megosztják-e az emberek. Van néhány plakátunk is, de az nem sok, és most már azt veszem észre, hogy több ember érdeklődik, hallottam, hogy a plakátokat is megnézik. Tehát most már van híre. Ez jó, ez nagyon jó. Annyira, hogy Bölcskéről is járnak hozzánk, az a hölgy rendszeresen jön, és volt, aki puszta Szabolcsról, és az nem itt van a sarkom. Coletti Éva arról is beszélt, hogy a régiségek szeretete és a lakossági újrahasznosítás propagálása és fejlesztése mellett a kezdeményezés azért is fontos, mert lehetőséget biztosít az emberek számára a közös beszélgetésekre és a közösségépítésre. Itt én azt mondanám, hogy talán a szeptemberi, tehát a második volt a legjobb, addigra egy kicsit jobban híre ment, és azt tetszett, hogy jöttek családok pici gyerekekkel. Az az udvar, mivel be van kerítve, nagyon biztonságos, és el lehet engedni a gyerekeket egy kicsikét nézelődni, kincset keresni. Ki mennyit szeretne rászánni természetesen, de jó volt látni, hogy fiatal családok voltak, és sok volt a beszélgetés. Hogy az emberek elkezdtek beszélgetni egymással, kommunikálni, ami nagyon-nagyon hiányzott mindenkinek itt a pandémia alatt. Mi társas lények vagyunk, nekünk beszélni kell. Sokat. Mint arról Coletti Éva beszámolt, Tóth Kálmán önkormányzati képviselő a kezdetektől fogva támogatta az akciót. A képviselő ennek apropóján azt mondta, Újtelepen mindig is nagy hagyománya volt a közösségépítésnek. Így természetes volt, hogy egy ilyen törekvés teljes mánszélességgel segíteni fog. Én azt gondolom, minden tisztelet a három hölgyé, akik ezt létrehozták. Nekem, mint önkormányzati képviselőnek azt gondolom, a legfontosabb az, hogy minden olyan civil kezdeményezést támogassak az önkormányzat részéről is, ami a közösség fejlesztéséért, a közösségek együtt élhetőbbért. És azt gondolom, hogy Újtelepen egy régi hagyományban közösségépítés, akár a Városvédők Újtelepét egyesületre gondolok, ami megalakult már ugye, és azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Ha valakit megkeresnek valami jó ötlettel, azt mondom, hogy föl kell támogatni, megbeszélni, összehozni a dolgokat, és azt gondolom, nem volt könnyű, mert másokkal is kellett egyeztetni, de szerintem nagyon jól sikerült ez a dolog. És talán a legszebb a dolog, hogy a három hölgy
hajlandó máshova is elmenni, nem csak az Újtelepi iskolába. Ugye kimaradt belőle az, hogy voltunk már a Békeváros részben, ami nagyon jól sikerült, voltunk az önkormányzat mögött is már, tehát szeretnénk szélesíteni, hogy a városlakók minél jobban megismerjék ezt az új lehetőséget. Szerintem a legnagyobb problémát jelen pillanatban az okozza, hogy nagyon kevesen mernek kijönni Újtelepre, félnek egy kicsit a sétától, van buszközlekedés, van minden, egy kicsit szeretnénk még több látogatóval oda vonzani. És természetesen figyelembe vettük azokat a dolgokat is, ami már kialakult Újtelepen, mondjuk egy garázsvásár, vagy akár a különböző napok, amiket megszerveznek. És most ugye felállt egy újabb rendszer, van egy iskolánk, ami elkezd működni majd, és ott most jelenleg egy felújítás van. És mindig a szervezés nagyon fontos, hogy nem csak az eladók részéről kell nekünk biztosítani a dolgokat, hanem illemhelyet, WC-t és a többit, és mindig úgy próbáljuk összehangolni ezeket a dolgokat, hogy ezek mindig meglegyenek. És azt gondolom, ne a kalappal a három hölgy előtt, amit eddig tervezett. Egy éve volt augusztusban, 3-7 hétre mentem az Újtelepi iskolába, és látok két hölgyet, aki húzza a vonalakat, fehéríti ki a parkolókat, hogy hova kell állni az autóknak. Hát teljesen megvoltam, hogy ennyire fölkészültek arra, hogy pontosan be tudják állítani a 40 jelentkezőt, aki legelőször jelentkezett, és akkor utána vettük egy kicsit a fáradtságot, akkor jöttek a polgárőrök, akik segítenek, és ugye a Bűtös Kalácsosról is lehet beszélni, a kutyásokról lehet beszélni, és még többé, és egyre színesebbé válik ez a program, és nagyon sok jó híre van a városban, hogy ilyen is el lehet jönni, van egy idősebb úriemberek érmeket gyűjt és egyéb másokat, és meg kell köszönöm a DVG ZRT-nek is egy részében, mert egy pár dolog volt abban, hogy az épületen belül nem égtek a világítások, akkor megcsinálták. És most ugye, hogy a Waldorf iskola, a középiskola majd ott fog lenni, még jobban össze fogjuk hangolni, és azt gondolom, hogy a három dolog, ami most jelenleg Újtelepen van, nagyon jól össze lehet hangolni, mindenki előnyére fog válni. A csomagtartóvásár és bolhapiac jövőjét illetően a szervezők azt mondták, szeretnék minél több városlakóval megismertetni a kezdeményezést, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsanak a részvételre. A vásárlátogatói már így is sok esetben nem csak Dunaújvárosból, hanem a környező településekről is érkeznek. A nyári időszakban is mindenki számára kiváló szórakozási lehetőséget kínál a Kultik Dunaújváros mozi. A változatos filmkínálat mellett az üzemeltetőnek a létesítmény további fejlesztésével kapcsolatban is konkrét tervei vannak. A Kultik moziban fogadta stábunkat Szabó Krisztián, a helyi mozi ügyvezetője. Az intézmény a hétköznapokon is népszerű választás a látogatók körében, mind a gyermekeknek, mind pedig a felnőtteknek szóló alkotásokat szép számú néző előtt vetítik. Bár sokak számára a nyári időszak leginkább a szabadtéri elfoglaltságokról szól, Szabó Krisztián elmondása szerint a koronavírus járvány bezártságát követően folyamatosan növekszik a látogatószám, amely mindenképpen egy pozitív visszajelzés a helyi látogatók részéről. Covid elmúlt, talán ezt már mondhatjuk, mert nyilván a Covid előtti időszakra azt gondolom, az nem fog már visszajönni, de mindent mégsem foghatunk már a Covidra. Jelen pillanatban egy filmekkel viszonylag szegényebb időszakban vagyunk, hiszen a nyár nagy filmjei azok már közel egy hónapos filmek, és jelen pillanatban a 34. héten is még ezek futnak. Összességében az idei évet jónak mondanám, persze mindig lehetne több néző, de ne legyünk tehetetlenek. Bízunk abba, hogy a Covid nem jön vissza, és akkor az őszi filmek, ugye idén várunk több nagy filmet, decemberben az Avatar lesz egy nagy film, ha minden igaz, az Avatarnak az első részét szeptemberben újra fogják mutatni a hazai mozik, de lesznek még szuperhősös filmek, lesznek akciófilmek, és rengeteg magyar film is lesz, amit egyrészt ugye itt a városban az Arteremben is szívesen műsorra tűzünk. Magyar filmekből a Szia életem, és az Együtt kezdtük Mucsi Zoltánnal készült film, aminek augusztus 4-én lesz a premierje, véletlenül nagy érdeklődése tart számon. Úgyhogy abszolút bizakodóak vagyunk, azért ti is látjátok, hogy most is hétközben vagyunk, de azért éppen a szuperállatok filmet vetítjük, és van rá érdeklődés. Úgyhogy mi eddig is hittünk a moziba, ezután is hiszünk a moziba, és bízunk benne, hogy a nagyon sok dunaújvárosit köszönthetünk itt a mozinkban még a következő időszakban. Az ügyvezető a filmkínálattal kapcsolatban azt mondta, a közönség elégedett, és bár a nyári időszakban nem voltak igazán nagy bemutatók, így sem lesz hiány, főként ősszel a közkedvelt alkotásokból. A bemutatók sorát pedig ismét színvonalas magyar filmek is bővítik majd. Abszolút, ez a DC szuperállatok kifejezetten családi film, és ez a délutáni sáv, ez azt gondolnám, a gyerekek már ugye felkeltek, a kisgyerekek,
és a szülőknek egy tök jó délutáni program. A moziban azt gondolom ez a jó, hogy ez egy helyben lévő, azonnal elérhető szórakozási forma, és akkor ez a szülők így megoldják a gyereknek a felügyeletét és a szórakoztatását. Ahogyan megyünk bele az estében, nyilván jönnek a felnőtteknek szóló filmek, a komolyabb alkotások. Igyekszünk mindenkit kiszolgálni, mindenkinek a kedvére tenni a filmkínálattal, rétegfilmek, blockbusterek, animációs filmek. Rendkívül nehéz, ezt a film megjelenés, a filmkínálat ezt abszolút megszabja, de igyekszünk minél színesebb műsort elhozni, és azt gondolom, hogy ez visszaköszön, tehát szeretik a Dunaujvárosi nézők ezeket a változatos filmkínálatot. Szeretnénk a mozit úgy üzemeltetni, hogy mindenki elégedett legyen. Nyilván gondolunk fejlesztésekbe, ennek majd nagyon sok nem akadálya, nagyon sok oldal, ezt az épület műemlékezt egyeztetni kell a hivatallal. Nyilván szeretnénk a mozit jól működtetni, ez a legfontosabb, hiszen mi mozi vagyunk. Vannak távoli terveink, mint a galéria, vagy itt lent egy plusz teret hasznosítani. Ezek mi legyenek a jövőnek a megövetései. Szabó Krisztián kiemelte, a létesítmény emeletén található galériával is nagy terveik vannak. Ezeket az elképzeléseket már korábban is dédelgették, ám akkor a vírushelyzet közbeszólt. Ugyan voltak már véradások, születésnapi összejövetelek az emeleten. Az ügyvezető a jövőben mégis szeretné visszaadni a tér galéria jellegét. A galériával COVID előtt nagy terveink voltak. Itt egy meg szeretnék volna idézni a régi bejáratott jazzklubnak egy újra gondolt változatát. Sajnos ezt a Covid keresztülhúzta teljesen. Azóta voltak érdeklődők, akik szintén láttak benne potenciált, de egyelőre ennek a megvalósítása még várat magára. Jelen pillanatban még üresen áll, keressük a lehetőséget, helyét, módját, hogy mit tudunk fönt kialakítani, és hasznosá tenni ezt a teret is. Volt már fent véradás, gyakoroltak vörös kereszt, volt már fent születésnapot is tartottak, de az igazi rendeltetése az még várat magára. A helyi mozicentrum tehát minden korosztály számára kiváló szórakozási lehetőséget kínál. A Kultik Dunaujváros vetítéseiről és az intézményben szervezett programokról a mozi hivatalos oldalán tájékozódhatnak a leendő látogatók. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekintetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.